A villámvédelemmel kapcsolatos kérdéseit teszi föl Szuhai János, az egyik lakásszövetkezet vezetőségi tagja, Somogyi Gábor tűzoltó őrnagynak a Dunaújvárosi katasztrófavédelmi kirendeltségen. Annál is inkább, hiszen szeptember 18-a és 20-a között minden nap 10 és 16 óra között Szuhai Jánoshoz hasonlóan az érdeklődők a társasházak tűzvédelmével kapcsolatban tehetik fel kérdéseiket a szakértőknek. Nekünk van a kéményeink nem újak, és akkor van köztük ilyen-olyan állapotú, ezzel kapcsolatban kérdeztem meg, hogy hova fordulhatunk, vagy esetleg ők illetékesek, de hát itt azt az információt kaptam, hogy kihez mehetünk, mert van a kémény széltő, ők tudják ezt hivatalból, rájuk tartozik, ami, és csak utána vonatkozna a katasztrófavédelemre egy-egy dolog, és a villámvédelemmel kapcsolatosan, hogy milyen előírások vagy lehetőségek vonatkoznak a szövetkezetre. És miért jó ez a fórum, hogyan látja? Képviselőként kezdő vagyok, úgyhogy még ilyenen nem voltam, úgyhogy, de hát ezért tájékozódásképpen is nekem ez új is, meg hát tájékozottabb leszek ezáltal, hogy hát ezt az információkat megkaptam rá választ. Somogyi Gábor elmondta, kirendeltségük első alkalommal csatlakozott a Társasházak napja rendezvénysorozathoz, amelyre társasházkezelőket, lakószövetkezet elnököket, közös képviselőket, illetve lakástulajdonosokat is várnak. A tűzoltó őrnagy többek között azt is ismertette, hogy általában milyen szabálysértésekkel találkoznak. Pontosan 3 napon keresztül, minden nap 10-től 16 óráig a Társasházak napja elnevezésű rendezvénysorozatban veszünk részt mi is. Főleg társasházkezelőket, lakószövetkezet elnököket, közös képviselőket, illetve lakástulajdonosokat is várunk, hogy a társasházakkal kapcsolatos tűzvédelmi, tűzmegelőzési kérdésekről konzultáljunk. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján legtöbb esetben szabálytalan tárolás, közlekedési útvonalak leszűkítése, illetve a tűzvédelmi célú eszközök berendezések eltorlaszolása, karbantartásának felülvizsgálatának hiánya. Szóval akkor az a tapasztalat, hogy nincsenek tisztában ezekkel? Hát több esetben igen, tehát teszünk róla, tehát idén is volt már fórumunk, illetve bemutatónk is egy társasházban, hogy mennyire fontos is a tűzvédelmi célú eszközök berendezések felülvizsgálata, karbantartása. Szerveztünk már áprilisban fórumot ez ügyben, úgyhogy mindig széles körbe próbáljuk tájékoztatni a lakosságot, a közös képviselőket, illetve a lakásszövetkezetek elnökeit ezekről a betartandó szabályokról, illetve rendszeresen minden évben folytatunk le ellenőrzéseket különböző társasházakban. Általában milyen bírságot szabnak ki egy ilyen extrém esetben például? Hát változó a bírság összege, egészen 20 ezertől a milliós nagyságrendig tud terjedni. Itt mindig a fokozatosság elvét alkalmazzuk, tehát mérlegeljük az elkövetett szabálytalanságot, annak a súlyosságát. Vannak viszont olyan szabálytalanságok, ahol nem tudjuk ezt alkalmazni, tehát ott a bírság kiszabása kötelező. Egy ilyen nyílt nap alkalmával általában milyen kérdésekkel fordulnak önökhöz? Hát a leggyakoribb kérdések meg, amire számítunk is, tehát tárolással kapcsolatos gázpalackok elhelyezésével, különböző tűzvédelmi célú eszközök berendezések felülvizsgálatával, kerékpárok elhelyezésével, bútorok elhelyezésével, lépcsőházakban, kijáratok használatával, illetve a tűzvédelmi házirendnek az elkészítésével kapcsolatos kérdésekre számítunk. Hozzátette, a katasztrófavédelem egész évben ellenőrzi, mennyire tartják be a társasházakban a tűzvédelmi előírásokat. Ezeknek az ellenőrzéseknek a célja nem a bírságolás, hanem az épületben élők biztonságának javítása, azonban gyakran mégis több százezer forintos bírságot kell súlyos vagy ismétlődő hibák miatt kiszabni.